Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Ercsúd vagyok. Augusztus 18-a van, Ilona névnapja. 190 éve született Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király. 94 éve pedig magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 108 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában, a betegségben 4-en hunytak el. Hamarosan ismét nyithatnak a színházak. Továbbra sem javasolják a fürdést a Palicsitóban a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársai. Csúcsidény van a fóliás zöldségtermesztésben, roskadoznak a sok termés alatt a paprika és a paradicsomtövek. Habár romos, mégis sok turistát vonza a Belcsényi Spitzer kastély. Olvasható a COVID-19.RS honlapon. A betegségben 4-en hunytak el. Ezzel 681-re nőtt a halottak száma. Az elmúlt 24 órában több mint 9000 embert teszteltek. A kórházban kezelt személyek száma jelenleg 1507, közülük 64-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 29.890 koronavírusos esetet regisztrált. A halálozási arány 2,28%. Egyre kevesebben vannak a szerbiai COVID kórházakban, és csökken a lélegeztetőgépen lévő páciensek száma, de még mindig sokan jelentkeznek koronavírusra utaló panaszokkal az egészségházakban, állapították meg ma Belgrádban az egészségügyi miniszter és a COVID kórházak igazgatóinak találkozóján. Már napok óta folyamatosan csökken az új fertőzött paciensek száma Szerbiában. Az elmúlt hetekben kedvezőbbé vált a járványügyi helyzet, de továbbra is óvatosnak kell lennünk, mondják az orvosok. Kedden a COVID kórházak vezetőivel egyeztetett a szerb egészségügyi miniszter. Zlatibor Lončar a találkozót követően aláhúzta. Belgrádban az egészségházakban naponta 1500-1600 paciens jelentkezik, akik a fertőzésre gyanakodnak. Koje imamo, odnosno brojeve koje objavljujemo, bolji nego što su bili u prethodnim periodu. Naravno da mi još nismo zadovoljni sa svim tim brojevima. Ono što mi nismo zadovoljni sa brojem pregleda. A biztató tendencia ellenére a tanácskozás résztvevői arra figyelmeztetnek, hogy az emberek továbbra is tartsák be a személyes higiéniára vonatkozó előírásokat. Mossanak sűrűn kezet, hordják a maszkot és tartsák a távolságot. Nagyon fontos még az is, ha valaki tüneteket észlel magán, jelentkezzen az orvosnál, mondta a belgrádi fertőző betegségek klinikájának igazgatója. Međutim, pacijentima i dalje ima ljudi sa teškom kliničkom slikom. Ono što napominjem da nam se povremeno javljaju još uvek i pored svih naših apela pacijenti koji imaju različite vrste pokušaja samo lečenja u kućnim uslovima. A találkozón szó esett arról is, hogy hamarosan kezdődik a tanítás az oktatási intézményekben. Megállapították, a gyerekeknek az iskolában a helyük, éppen ezért fontos a minél jobb járványügyi helyzet. Ezzel csökkenthető a fertőzések kockázata, mondta Lončar. Hamarosan ismét nyithatnak a színházak. Erről beszélt Ivan Karl, Belgrád művelődéssel megbízott titkára, aki tegnap a fővárosi színigazgatókkal egyeztetett. A cél, hogy minél előbb élőben is élvezhessék az emberek az előadásokat. Ennek érdekében a belgrádi kulturális titkárság a múlt héten javaslatokat tett a kormányfőnek a szeptembertől betartandó intézkedésekkel kapcsolatban. Ivan Karl azt is elmondta, hogy holnap találkoznak a kormány képviselőivel. Arról tárgyalnak, hogy a koronavírus járvány idején miként működhetnek a színházak, mozik, múzeumok és a zenei fesztiválok. Az egész országra vonatkozó intézkedésekről a köztársasági válság stáb tesz javaslatokat. Naše razmišljenje je bilo da to ide sa trećinom dvorane, odnosno sale, ali ja bi sačekao sredu da vidimo šta će reći struka, šta će reći Republički krizni štab. Ono što oni kažu, mi ćemo to kasnije isprovesti, možda oni budu rekli da to bude, da bude veći broj ljudi. Ali u svakom slučaju jako su važna, jako je važno da se ta odluka donese na nivou Republičkog kriznog štaba, da se onda ona dalje delegira i da se sprovede ne samo u Beogradu, nego i u čitavoj Srbiji.
Kedvezőtlen a járványhelyzet Szabadkán, de bátorító, hogy második hete javulás jegyezhető áll a Városi Törzskar közleményében. Eddig összesen 379 szabadkai lakhelyen rendelkező koronavírusos személyt regisztráltak. Az elmúlt egy hétben 19 új eset volt. Az Észak-Bácskai körzetben összesen 470 személy betegedett meg, 75-en Topolya, 16-an Kishegyes községben. Szabadkán 15 áldozata van a vírusnak, Topolyán 2, Kishegyesen senki sem halt meg a koronavírus okozta szövődményekben. Jelenleg a kórház koronavírus részlegében összesen 36 páciens van, egy közülük lélegeztetőgépen. Ez egyébként lényegesen jobb adat, mint néhány hete, amikor a 100-at is meghaladta bent kezelt betegek száma. A válságtörzs továbbra is a korlátozó intézkedések betartását kéri az emberektől. Teszt nélkül utazhatunk Montenegróba, ha tovább javul a szerbiai járványügyi helyzet. Erről beszélt a helyi közegészségügyi intézet igazgatója az N1 TV-nek. Dr. Boban Mugosa stabilnak nevezte a montenegrói fertőzöttségi szintet, és mint fogalmazott, arra törekszenek, hogy a turisták biztonságban érezhessék magukat és kellemesen üdüljenek. Montenegró a hétvégén nyitotta meg határait a szerbiai vendégek felé. Egyelőre negatív PCR-teszt vagy pozitív ELISA antitest. Teszt szükséges ahhoz, hogy beléphessünk az Adriaparti országba. Hétfő éjféltől hatályba lépett a Horvátországra vonatkozó utazási figyelmeztetés Ausztriában. Az egészségügyi miniszter bejelentésére mintegy 40 ezer osztrák megszakította horvátországi nyaralását, ezért több kilométeres kocsisorok alakultak ki Szlovénia és Ausztria határán. Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint óvatosságra van szükség ahhoz, hogy ne kelljen újra lezárni a határokat. A hétfő éjféltől életbe lépett utazási figyelmeztetés értelmében a Horvátországból érkezőknek 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk, vagy 48 órán belül Ausztriában kell elvégezniük a vírustesztet. Továbbra sem javasolják a fürdést a Palicsitóban a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársai. Annak ellenére, hogy évről évre javul a vízminőség, még mindig csak saját felelősségre lehet fürödni. Az új felmérések szerint javult a Palicsitó vízminősége az előző évhez képest. Ennek ellenére még mindig zöld és egyes helyeken habos a víz felszíne. Ezért az emberek többsége még mindig nem merészkedik be a vízbe. Azok, akik kijönnek a strandrészhez vagy a mólóhoz, leginkább csak napfürdőt vesznek. A Palicsitóban csak elvétve lehet látni fürdőzőket. Jovana Krzsic régebben gyakran járt ki a tópartra, az utóbbi időben azonban egyre kevesebb időt tud Palicson tölteni. Kedden azonban kiment feltöltődni. Már 10 éve nem fürdött a tóban, de hallott arról, hogy javul a vízminőség. Mislim, da nije baš najbolje za kupanje, mada sam juče čula informaciju da je bakteriološki ispravnija od mnogih poznatih kupališta gde ljudi vrlo rado idu, tako da eto možda i dam šansu uskoro. A legfrissebb vizsgálatokból, amelyeket júliusban végeztek, kiderült, hogy a Palicsitó vízminősége továbbra is rossz, de már sokkal jobb a tavalyi év azonos időszakához képest. Nyilatkozta Diana Barna, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársa. Kiemelte, az is gondot okoz, hogy a tó sekélymedrű. Problém Palicskog jezera jeste taj sediment, odnosno mulj, koji se istaloži, koji sad prilikom kada su toplote, dolazi u stvari do povećanja vrednosti pH, dolazi do smanjenog kiseonika, dolazi do formiranja, što se hidrobioloških parametara tiče, algi i tih modrozelenih algi koji znamo da su dosta toksični, što se tiče hidrobiologije. Negyed évente végeznek mikrobiológiai vizsgálatokat a tó minden részén, míg a tó vizének fizikai, kémiai, valamint hidrobiológiai vizsgálata havonta megtörténik. A szakemberek szerint, ha továbbra is javul a vízminőség, néhány éven belül fürdésre is alkalmas lesz a Palicsitó vize. Nagybecskerek város területén csaknem 4500 bejegyzett kisvállalkozás van, 95%-uk élt a lehetőséggel és igényelte a szerb kormány által kínált támogatást. A koronavírus járvány a családi vállalkozásokat is nagyban veszélyezteti.
Egyedi bútorokat és különféle fakonstrukciókat gyártanak a Melegi Zoltán 2002 óta működő műhelyében. A járvány ellenére nem álltak le a munkával. Nagyon féltünk, hogy itt most minden le fog állni. A mi szerencsénkre egyelőre nem állt le, mert úgy látszik, hogy az emberek sokan otthon maradtak, és talán most jutott eszükbe, hogy lehetne felújítani egyet mást, úgyhogy egyelőre munkánk van, ami persze nem jelenti azt, hogy ez itt fog folytatódni. A szerb kormány támogatása sokat jelent a kisvállalkozások fennmaradása szempontjából. A felmérések szerint a családi vállalkozások vannak a legnagyobb veszélyben. Családok függnek a helyzettől, és nagyon nehezen fognak talpra állni. Az elemzéseink alapján több mint 90%-a érintett. Legsúlyosabban érintettek azok a szektorok, melyek foglalkoznak események szervezésével. Itt kiemelném külön a mennyasszonyruhás szalonok, ez mellett kis kézművesek, akkor a vendéglátóipar és a turizmus. A kormány támogatásának nem az a lényege, hogy a munkások megkapják a minimálbért, hanem az, hogy az adott vállalkozás túlélje a válságot, és megmaradjanak a munkahelyek, tette hozzá a szakember. Kiemelte, az első krízis hullám után a vállalkozások 10%-a mondta azt, hogy lesz munkaerő leépítés. További 10% pedig gondolkodik róla, és hogy az ősz folyamán, ha nem változik a helyzet, sajnos felmondásokat kell, hogy adjon. A válságkezeléssel kapcsolatban a Nagybecskereki Munkaadók Egyesülete 10 javaslatot küldött az illetékes minisztériumnak, a kormánynak, valamint a Nagybecskereki Önkormányzatnak. Csúcs idény van a fóliás zöldségtermesztésben. Most érik a legtöbb növény, a gazdáknak megfelelő áron kellene értékesíteni a terményeket. Emellett pedig már az őszi-téli időszakra is elő kell készíteni a palántákat és a fóliákat. A fűszerpaprika vegetációs időszaka azonban elhúzódott, a betakarítás egy hónap múlva kezdődhet. Roskadoznak a sok termés alatt a paprika és a paradicsom tövek a nosszai kis torma gazdaságban. A fóliás termesztéssel egész évben tudnak friss árut kínálni. A minőségi követelményeket betartják, de ennek ellenére is áron alul vennék át a terményt a felvásárlók. Szabadkán is 20-25-30 dinári adják nagyba. Mi itt ahogy számogattuk, hogy a fóliás paradicsomot 30-35 dinári nem igazán ír meg elvanni, leszettük, beraktuk hűtőbe, így várunk egy hetet, egy 10 napot, meglássuk, hogy hátra mozdul valamára az ára. A paprikának viszont másik évekhez képest nagyon jó ára van, kereslet is van rá, hát bízunk benne, hogy a későbbiekben és hogy az ősz folyamán is megmarad ez a jó ára neki. Horgoson és környékén nagy hagyománya van a fűszerpaprika termelésének. A minőségi termény előállításához sok feltételnek kell eleget tenni. Egyik ilyen a körültekintő növényvédelem. Oda kell figyelnünk a gyapottokba vagy leperajzására, annak második generációjának a rajzása várható most a következő időszakban, illetve nagyon fontos még a kálcium kijuttatása, hogy a növények ezt is megfelelő mennyiségben meg tudják kapni, és elmaradjanak a másik évben jelentkező csúcsrothatások és egyéb kálcium hiányból kialakuló betegségek, és ugyebár erre jön még rá aztán a kálium a vegetáció legvégén. Az ipari és a fóliás növénytermesztésben is egyaránt fontos a folyamatos öntözés, ami ugyan növeli a kiadásokat, de ha kedvező áron lehet értékesíteni a terményt, a beruházás a minőséget is növeli, mondják a gazdák. A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte, ezért létérdek támogatni az erre irányuló aláírásgyűjtést, hangoztatta Potápi Árpád János. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban beszélt a kérdésről. A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló sajtótájékoztatón elmondta, november 7-éig folytatódhat az aláírásgyűjtés. 1.800.000 online és körülbelül 250.000 papír alapú aláírást gyűjtöttek, de a kettő között van némi átfedés, tette hozzá. Mint mondta, a kormánya a nemzeti összetartozás évében 100 évvel Magyarország feldarabolása után minden tőle telhetőt megtesz, hogy összegyűjjön határidőre a kellő számú aláírás.
24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 4970-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 609, 3631-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 730. 60 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Továbbra is feszült a helyzet Fehér-Oroszországban. Az ellenzék tüntet, és egyre többen sztrájkolnak az országban. Nem fogadják el a múlt vasárnapi választások közzétett eredményeit és Alekszandr Lukasenka győzelmét. Vasárnap mintegy 200 ezer ember tüntetett Minszkben, néhány ezer az államfő mellett is demonstrált. Azóta is folytatódtak a megmozdulások. Fehér-Oroszországban egy hete folyamatosak a tüntetések. Vasárnap az ország történetének legjelentősebb tiltakozása zajlott, amelyen egyes beslések szerint 200 ezeren vettek részt. A tüntetők szerint Alekszandr Lukasenka elnök elcsalta az augusztus 9-én tartott elnökválasztást, amelyen a hivatalos adatok szerint a voksok 80,1%-át kapta. Az elégedetlenség egyre szélesebb rétegeket ér el. Rendőrök, az állami szféra alkalmazottjai és az ország szlovákiai nagykövete is kiállt a változásokat. Azást követelők mellett. Azóta is folytatódnak a megmozdulások. Hétfőn például nem úgy alakult Alekszandr Lukasenka látogatása a Minszki traktor, illetve autógyárban, ahogy eltervezte. A fehér orosz elnök beszéde közben a tömeg azt skandálta, hogy mondjon le, és kifütyülték. Lukasenka egyébként hétfőn bejelentette, hogy támogat egy népszavazással megerősített alkotmánymódosítást, amely nyomán új helyhatósági parlamenti és elnökválasztást lehetne tartani. Az elnök korábban viszont azt mondta, új választás nem lesz, ő csak akkor távozik a hatalomból, ha megölik. A nemzetközi szervezetek is aggódva figyelik a fehér-oroszországi eseményeket. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elnöksége felajánlotta, hogy közvetít a Minszki kormány és az ellenzék között a nyitott és építő párbeszéd megteremtése érdekében a vitatott kimenetelű elnökválasztás után kialakult belpolitikai válságban. A felajánlás szerint Edi Rama albán miniszterelnök, az EBSZ soros elnöke találkozna a kormány tagjaival és az ellenzék képviselőivel. Korábban az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei megállapodtak arról, hogy szankciókat készítenek elő a felelősök ellen a tüntetőkkel szembeni erőszak és a választási eredmények meghamisítása miatt. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a Twitteren bejelentette, hogy rendkívüli videókonferenciát tartanak szerdán a helyzet megtárgyalására. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Aktívvá vált az SMS szám, így tegnap este óta emelt díjas üzenettel is lehet segíteni a bajmoki Pál Gajódi Olivér gyógyulását. Járhatóvá tették a Horgos és Kispiac közötti tanyavilágban található ürüjárást. Aktívvá vált az SMS szám, így tegnap este óta emelt díjas üzenettel is lehet segíteni a bajmoki Pál Gajódi Olivér gyógyulását. Egy SMS 200 dinárba kerül, az összeg teljes egészében a szülők számlájára érkezik. A 848-as kódot kell elküldeni üzenetben a 3030-as számra. A kisfiú SMA egyben szenved, gyógykezelése több mint 2 millió euró. Olivér most lett 8 hónapos. A kezelést 2 éves koráig kell megkapnia, hogy az sikeres legyen. Ismét szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. A kurzust első éves egyetemisták számára rendezik meg szeptember 7-e és 18-a között az Újvidéki Európa Kollégiumban. A nyelvi képzés célja, hogy a szerbiai felsőoktatás intézményekbe felvételiző fiatalok szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, hogy a nyelvi hátrányok minél kevésbé befolyásolják a továbbtanulást és a szakválasztást, valamint hogy a már felvételt nyert
mert hallgatók könnyebben boldoguljanak a szerb nyelven történő továbbtanulás során. A képzés előtt tudásszint felmérésre kerül sor szeptember 2-án több helyszínen. A jelentkezési határidő 2020. augusztus 28-a. Az érdeklődők bővebb információt a Magyar Nemzeti Tanács hivatalában a 024 524 534-es telefonszámon, vagy az office@mnt.org.rs villámposta címen kaphatnak. Pénteken tartja alakuló ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület a Városháza dísztermében. Hitelesítik a 67 képviselő mandátumát, leteszik az esküt, majd megválasztják a testület elnökét és titkárát. A Szabadkai VKT előző összetételében utoljára május 28-án ült össze, vagyis majdnem 3 hónapja. A júniusi választásokon a Szerb Haladó Párt gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot, így 31 képviselőjük lesz a 67-ből. A Vajdasági Magyar Szövetségnek 22 mandátuma lesz az új összetételben, vagyis a második legerősebb erő a testületben. Hogy a Haladók és a VMS folytatja-e a koalíciós partnerséget a városban, hivatalosan még nem erősítette meg egyik fél sem. Megkezdődtek a munkálatok a Szabadkai Harambasit utcában. A szennyvíz csatorna hálózat bővítése miatt egészen a jövő év februárjáig forgalomkorlátozások lesznek. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Zombori útig húzódó szakaszra vonatkozik, vagyis a két főút közötti macskaköves részre. A kivitelező kötelessége zavartalan átjárást biztosítani az utca lakóinak a munkálatok kivitelezése idején. A központban lévő Harambasit utca a felújítását régóta tervezi a város. A szennyvízhálózat rendezése az első lépés. A vízművek illetékese egy korábbi interjúban elmondta, az utcában a kanalizációs csövek nagyon sekélyen vannak, régiek és rossz állapotúak. A mostani felújítása mintegy 50%-ban a tartomány biztosít pénzt. A munkálatok értéke 9,5 millió dinár. Folyamatosan ellenőrzik és szükség esetén helyre is állítják az új szökőkutat Szabadka központjában, nyilatkozta a Pannoner TV-nek Branislav Csopics. A Support tervező iroda igazgatója kiemelte, a napokban megrongálódott térköveket a kivitelező már helyre állította, és amennyiben a jövőben is bármiféle gond merülne fel, azt is megoldják. A szakember egyébként elmondta, elégedett a szökőkút működésével és a megvilágításával is. Branislav Csopics kiemelte, vannak kisebb gondok, amelyeket azok a személyek okoznak, akik nem tartják be a szabályokat. Neki čak i kupaju, koriste sapun u ovim bazenima, što je stvarno nedopustivo, ali nadamo se da će to vremenom da prođe. Znači čak smo videli da peru veš u fontani, da neki peru i sunđere za sunčanje na fontani, što ipak ne bi trebalo da se radi, jer ovo je napravljeno za sve građane da svi uživaju. Járhatóvá tették a Horgos és Kispiac közti tanyavilágban található ürűjárást. Az intézkedés nagyban javít az ott élők mindennapjain, a közlekedés zökkenőmentes lett az útszakaszon. Az 500 méteres útszakasz 800 ezer dinárból újult meg, és a Magyar Kanizsai Önkormányzat finanszírozta. Ennek a technikája az, hogy felmarjuk a régi, úgymond már elhasználódott útfelületet 3 méter szélességben, és megszórjuk egy 10 cm-es, kicsit azért magasabb kőréteggel. Jelen helyzetben itt mart aszfaltról van szó, ami még tartósabb életet ad. Az ürüljárást naponta mintegy 200-an használják. Ezen a részen is ugye élnek emberek, gyümölcsösök vannak, és itt nagyon nagy forgalmat bonyolítanak le. És ez nagyon fontos volt, hogy az itteni embereknek is az életkörülményeit javítsuk, és mindezáltal hát arra is buzdítsuk, hogy itt maradjanak. A közelmúltban a Fodordűlő utat is felújították, valamint tervben van a Fodordűlőt és az ürüljárást összekötő út helyreállítása is.
Jó ütemben halad a Berry Kalebo csokoládégyár építése Újvidék mellett a Nagybecskerek felé vezető M7-es út mentén. A beruházás értéke mintegy 50 millió euró. A gyárban 100 alkalmazott dolgozik majd, és évente 50 ezer tonna csoki gyártását tervezik, amihez az alapanyag legnagyobb részét Szerbiából szerzik be. Európa ezen részén ez a legnagyobb ilyen jellegű üzem, ezért jelentős gazdasági fellendülés várható az iparágban. A bejelentések szerint a mérnöki bérek európai átlagszinten alakulnak, a munkások pedig a szerbiai átlagfizetés fölöttivel számolhatnak. Az elképzelések szerint a gyár mellett egy csokoládé akadémiát is létesítenek. Az építkezés 2021 elejére fejeződhet be. Vajdaságban számos régi kastély maradványai fedezhetők fel, egyik közülük a Belcsényi Spitzer kastély, amely maradványai ugyan nincsenek turisztikai látványosságként számon tartva, mégis egyre többen érdeklődnek iránta. A szerémségi Belcsénybe látogatva egy letűnt világ mementóját, a több mint 100 éves Spitzer kastély maradványait tekinthetjük meg. Az 1997-ben védelem alá helyezett kastély még romladozó állapotában is igazi látványosságnak számít, ezért évről évre egyre több turista látogatja. Az érdeklődők általában ismerősök ajánlása által, vagy a közösségi oldalakra feltöltött fényképek láttán döntenek úgy, hogy megtekintik a fenséges kastély maradványait. Kombinácia stilova, gradnje i eklektika i barok i renesansa, raznorazni stilovi, recimo kupatilo se još uvek vidi, znači to nam je onako isto fascinantno. Prelepo, prelepo, jedno stvarno zdanje i mi bi voleli da se ovo, ako ikako moguće, znamo da zahteva dosta novca, da se to renovira i mislimo da bi dolazilo mnogo više ljudi, jer mi smo danas sretali nekoliko poseta je bilo. 1839-ben az apatini származású Csík József cementgyárat alapított Belcsényben. A Tarcalhegységből kinyerhető márgát a budapesti Széchenyi Lánchíd megépítéséhez is használták. Az 1800-as évek végén Spitzer Ede a cementgyár társtulajdonosának személyes megrendelésére épült fel a Spitzer kastély. Az épület megtervezését akkor legnevesebb építészére, a Magyarországházat is megálmodó Stendl Imrére bízták. Svima je žao što ovako jedna velika i lepa zgrada propada, da li od zuba vremena ili od oko čega, nećemo sada da komentarišemo ili da ulazimo u to, ali je vredi ga videti i obići svakako, da se osjeti taj neki duh tog vremena u kom je on građen i duh vremena u kome su ljudi živeli ovde. Napjainkban is jól látszik, hogy a kastély díszítésében a magyar virágmotívumok kerültek előtérbe. Az épületben a rózsaszín és a kék színek a leghangsúlyosabbak. Oldalsó homlokzatán egy turulmadár őrzi a kastélyt. A lenyűgöző elemeket napi szinten jönnek megtekinteni az érdeklődők. A lepusztulásában is impozáns Spitzer kastély a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet védelme alatt áll. Upravo ga je pokrajinski zavod pre godinu, dve, tri, ne držite me za reč, adaptacija, kompletna konstrukcija krova je urađena. Pa se nadamo da će krenuti sa adaptacijom samog dvorca, pošto bi trebao da se vrati u prvobitno stanje. Projekat je razumljivo finansijski izuzetno velik. Nadamo se da će pomoći malo i Republički zavod Beograd, da će ovo zdanje predivno biti obnovljeno. A kastélyhoz számos legenda is fűződik, amelyek szintén ide vonzzák az embereket. A kastély felügyelője ugyanakkor felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy az omladozó kastélyban való mozgás veszélyes is lehet, ezért látogatáskor elővigyázatosnak kell lenni. Idén is meghirdeti dráma pályázatát a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A kiírás célja a vajdasági magyar drámaírás ösztönzése, továbbá az, hogy lehetőséget adjon olyan fiatal pályakezdő drámaírók részére is, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz. A drámapályázatra vajdasági alkotók egész estét betöltő színműveit várják, olyan szerzők is pályázhatnak, akiknek egyéb színpadi műveit már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanok is, akik drámaíróként még nem mutatkoztak be. A háromtagú bírálóbizottság a beérkezett pályaművekből kettőt díjaz, amelyet a társulat október végén mutat be.
Az előző évek tapasztalatai szerint két felolvasást tartottunk, mindig a két befutó drámaművet olvastuk fel, mutattuk be a DVD-ki Magyar Színjátszás napja kereteiben. Idén, amennyiben a járványvédelmi előírások ezt nem teszik lehetővé, akkor is megtartjuk ezt az eseményt, ellenben online ez követhető mindenki számára. 5 évvel ezelőtt kollégánk Agárdi Gábor is nyert a drámapályázaton. A Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztője arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen a megmérettetésre. Ez egy jó terápia, mert az ember kiírja magából az érzéseit, esetleg ha összegyűlik valami fájdalom, vagy valami egyéb, azt mind meg lehet fogalmazni, és a papír, ugye, ahogy mondani szokták, mindent elbír, és ezért javaslom mindenkinek, hogy próbálkozzon. Egy pályázó egy alkotással jelentkezhet, amelyet még sehol nem publikáltak. Tematikai és műfaji megkötés nincs. A beérkező drámaműveket október 6-áig várják az office@szabadkaiszinház.com e-mail címre. A közelgő Szent István nap és az új kenyér ünnep alkalmából mindennapi kenyerünk címmel új szemléltető kiállítás nyílt a Magyar Kanizsai Dobótiha mérképtárban. A tárlat az egykor az aratásnál és a kenyérsütésnél használt eszközökből és fotókból állt össze. A kiállítás anyaga, vagyis a fényképek és a tárgyak mintegy 20 községbeli polgár segítségével gyűlt össze, és ezáltal mutatja be, hogy hogyan arattak egykor és hogyan is készült a kenyér. A fényképeket Tandari Erzsébet és Kovács Mária biztosította a képtárnak. Gyermekkorában Kovács Mária is részt vett a búza aratásában. Elmondta, mindig szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, és a képekkel az egykori munka és az aratás nehézségét szeretné ábrázolni. Mindig annyit 18 kévét kellett egy halhéba tenni, mert annyi kellett egy keresztbe, vagy pedig annak a dupláját, hogyha 2 vagy 3 keresztet tettek. Nagyon nehéz munka volt. A testvérem, meg utánam született, ő ugyan nagy kerebjét húzta, hogy felkaparja a tarlón elszoródott buza kalászokat, és utána azt is bekötötték, és a keresztövébe elhelyezték. Tehát részesei voltunk az aratásnak, úgymond gyerekkorunkban is. Kovács Mária hozzátette, a tárlatot főként a mai fiatalságnak ajánlja, azért, hogy ezáltal betekintést nyerjenek abba, hogy milyen nehéz is volt egykor a földművesek dolga, és hogy keményen meg kellett dolgozni azért, hogy kenyér kerüljön az asztalra. A tárlatot Muhi Zsuzsanna, a képtár vezetője állította össze. Elmondta, az aratás mellett a kenyérsütést is szerették volna korhűen bemutatni. A kenyérsütés az egy olyan esemény volt valamikor régen, ami minden háznál előfordult, ezért aztán mindenhol voltak eszközök, amikkel ezeket elvégezték. Ezeket a tárgyakat gyűjtöttük mi most össze, és berendeztünk egy szobát, ami a múlt korát idézi elő. A kiállítás augusztus 28-áig látható a Magyar Kanizsai Dobótiha mérképtárban. Megnyitott a kapuit a látogatók előtt a megújult Móra Ferenc Múzeum. Az épület tetején lévő két kilátóról a magasból nézhetünk le Szeged belvárosára. A múzeumhoz tartozó vár és kőtár is új és izgalmas elemekkel bővült. A látogatók a város múltjába és annak fontosabb történelmi eseményeibe is betekintést nyerhetnek. Megismerkedhetnek Rózsa Sándor, illetve a boszorkány perek történetével. Emellett egy látványos vízfal mutatja be az egykori Szeged térképét. A múzeumról a közelképben láthatnak majd egy bővebb beszámolót. Néhány napig még marad a párás, füllett, záporokkal tart kitott időjárás a térségben. Holnap főként éjszaka és hajnalban fordulhat elő csapadék, napközben megélénkülhet a szél. Csütörtöktől fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, szombatra pedig már igazi kánikulát jósolnak a meteorológusok. 33 fok is lehet. Magas lesz az UV-sugárzás, ezért mindenképp figyeljünk oda bőrünk védelmére, és ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Csapadék a hét második felében már nem valószínű.
Az Internacionálé lesz a Sevilla ellenfele az Európa Liga döntőjében, miután a milánói csapat 5-0-ra kiütötte a Shakhtar Donetsk csapatát a sorozat Németországban zajló végjátékának második elődöntőjében. A Düsseldorfi meccsen Lautaro Martinez és Romelu Lukaku duplázott. Az Inter második gólját Danilo D'Ambrosio szerezte. A finálét pénteken játsszák Kölnben. És ma este sem fognak unatkozni a futballszurkolók, a Bajnokok Ligája elődöntőjében ugyanis este 9 órától a Lipcse és a francia sztárcsapat a Paris Saint-Germain csap össze. A németek kapuját biztosan Gulácsi Péter védi, és amennyiben edzőjük úgy dönt, akkor Willy Orbán is pályára léphet. Ez pedig történelmi pillanat lesz, ugyanis magyar játékos korábban sosem játszott BL elődöntőben. És még egy kis foci. Hivatalossá vált, hogy az FC Barcelona meneszti Quique Setién vezető edzőt. A katalán klub tájékoztatása szerint az új trénert a következő napokban jelentik be, és jelentős átalakítások várhatók az első csapatnál. Olasz és spanyol sajtóértesülések szerint Setién utódja a holland Ronald Koeman, a klub korábbi legendás védője lesz. A 61 éves Quique Setién januárban Ernesto Valverdét váltotta a kispadon. Irányításával azonban a gárda csak második lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligája negyed döntőjében pedig péntek este megsemmisítő 8-2-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől. A klub hétfőn azt is bejelentette, hogy március 15-én rendezik az elnökválasztást. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. 108 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában, a betegségben 4-en hunytak el. Hamarosan ismét nyithatnak a színházak. Továbbra sem javasolják a fürdést a Palicsitóban a Szabadkai Közegészségügyi Intézet munkatársai. Csúcsidény van a fóliás zöldségtermesztésben, roskadoznak a sok termés alatt a paprika és a paradicsomtövek. Habár romos, mégis sok turistát vonza a Belcsényi Spitzer kastély. Köszönjük a figyelmet, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!